Egyértelmű növekedés mutatható ki a látogatói létszámot tekintve, ami a kiemelkedően sikerült júliusnak is köszönhető, tudtuk meg Vámos Zoltántól, a Zsóri Gyógy és Strandfürdő fürdővezetőjétől. Vámos Zoltán kiemelte, az augusztusi hónapból eltelt két hét alapján is biztató a látogatottság alakulása, annak ellenére, hogy volt egy kis lehűlés, ami miatt kismértékben visszaesett a vendégforgalom. Hozzátette, az elmúlt évek tapasztalatait figyelembe véve, az augusztus 20-ai ünnepség időszakában kiemelkedő a fürdő látogatottsága, bízik benne, hogy ez a tendencia idén folytatódik majd. Volt egy tervünk, adatokat még nem szeretnék mondani, mert nyilván nem tudtuk lezárni az augusztust, viszont a tendencia jó, tehát a tavaly előttihez képest a tavalyi növekedés az több volt egy 10%-kal, most pedig attól is föntebb tartunk. A Zsóri legújabb attrakciója, a tavaly ősszel átadott csúszdapark, nagyon népszerű a vendégek körében. Az ötelemből álló csúszdaparknak a két legszeretettebb eleme a mögöttünk látható ingacsúszda és a másik oldalon a varázsalagút, ezeknek az a specialitása, hogy úgynevezett csúszógumikkal tudják igénybe venni a vendégek. Ezt használják ki legtöbben. Hozzátette, egyértelműen kimutatható, hogy a csúszdapark megnövelte a forgalmat. A csúszdaparkot reggel 9:30-től este 19, míg augusztus 27-től este 18 óráig vehetik igénybe a vendégek, egészen szeptember 2-áig. Vámos Zoltán elmondta, vannak olyan vendégek, akik nyáron a wellness és az élményfürdő szolgáltatást is igénybe veszik. A látogatói létszámmal kapcsolatban hozzáfűzte, a tervek szerint idén átlépik a 400 000 fős határt. A visszajelzésekből és a felmérésekből kiderül, hogy egy kicsit megváltozott a belföldi forgalom, ugyanis nem csak az észak-magyarországi régióból, hanem Kelet- és Közép-Magyarországról is eljönnek a vendégek. Eddig is tendencia volt, hogy a magyarországi helyszínekről, elsősorban Észak-Magyarország, Budapest, Pest megyei vendégeket tudtunk fogadni, ez a tendencia tovább erősödött, és külföldiek közül pedig egyértelmű a lengyel fölény, és második helyen vannak még mindig a szlovákok, de egyre többen vannak a csehek is. Tehát külföldieknél ilyen jellegű változást nem tapasztaltunk, ami jellemző a belföldi látogatói létszámnak a területi átrendeződése egy kicsit. Ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy az idén több színvonalas rendezvényt szerveztek meg, a tavalyi évhez hasonlóan megtartották a Be Life Országos Sport és Egészség Fesztivált, két naposra bővítették a Zsóri Fesztivált. A Coca-Cola Strand Party szintén népszerű volt a vendégek körében, és két alkalommal éjszakai fürdőzésre is lehetőség nyílt. A Magyar Fürdőszövetség ebben az esztendőben is meghirdette az év fürdője szavazást, amelyen a Zsóri tavaly a 9. helyen végzett. Vámos Zoltán elmondta, hogy a minimális célkitűzés ezzel kapcsolatban az, hogy a tavalyi eredményt megismételjék. Hozzátette, természetesen jó lenne előre lépni, de nagyon komoly verseny van a fürdők között országosan, ezen belül itt, az észak-magyarországi régióban is. A nyári időszakban a Zsóriban diákmunkát végző fiatalok és a Tourinform iroda munkatársai nagyon komoly segítséget jelentenek számukra az év fürdője szavazással és a fürdő népszerűsítésével kapcsolatban. A fürdőre nem csak a Zsóriban, hanem az évfürdője.hu honlapon is lehet szavazni augusztus 31-ig.